A foglalkoztatási és egyben gazdaságfejlesztési célú projekt a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós támogatással sikeresen valósult meg. A vissza nem térítendő támogatás összege 2,652 milliárd forint volt. A projekt eredményeként 1855 fő vett részt munkaerőpiaci programokban 1042 fő jutott álláshoz 319 fő támogatás után hat hónappal is állással rendelkezik. Egy új területe volt ez a megyei, illetve vármegyei önkormányzatnak, hiszen korábban a top programokban elsősorban önkormányzatok voltak a partnereink, és közvetett módon folyt gazdaságfejlesztő tevékenység azzal, hogy bölcsődei fejlesztések történtek, így korábban vissza tudtak menni a munkavállalók a munkaerőpiacra. Itt viszont közvetlen kapcsolatunk volt a foglalkoztatókkal, a gazdaság szereplőivel. Én azt gondolom, hogy ezt a kihívást sikerült megoldani a Pakton munkatársainak, a kormányhivatal foglalkozási osztályának a segítségével, illetve az iránytócsoport és a Paktum szervezet közreműködésével olyan megoldásokat sikerült találni, amelynek eredményeképpen az indikátoraink jók lettek, több mint 200 ban teljesültek. Kiemelném azt az indikátorszámot, ami a 6 hónap után is foglalkozásban maradottak számát jelenti, ez több mint duplája a vállalatnak és hozzájárultunk ilyen módon a foglalkoztatási helyzet javításához. Azt nem mondanám, hogy ennek eredményeképpen van munkaerő hiány sok területén a vármegyének területén, illetve foglalkoztatási ágazatonként, de nyilván ebbe a gazdaságfejlesztési tevékenység a kormány gazdaságpolitikája is benne van, de mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy a munkanélküliség csökkenjen, jelentős mértékben csökkenjen. A három éves projekt lehetővé tette, hogy a Vármegye közigazgatási, oktatási, érdekképviseleti és gazdasági szereplői között valós együttműködésen alapuló partnerség alakuljon ki. A 35 tagból álló Paktum szervezet naprakész információkkal rendelkezzen a munkaerő kereslet és kínálat szempontjából. A munkáltatók bértámogatásban, bérköltségtámogatásban és munkatapasztalatszerzést segítő bérköltségtámogatásban részesültek a projekt időtartalma alatt.